Nem csak esős időben áll a víz a buszmegállóban, tudtuk meg Kisposta-völgy lakóitól. Nem lehet elmenni. A kocsiknak sokszor tengelyig ér a víz. Úgyhogy ez borzalmas. A helyzetet súlyosbítja, hogy a buszmegállóhoz vezető utak rossz állapotban vannak. A félméteres vízben így lehetetlen átkelni. A környéken lakók kénytelenek 100 méteres kerülővel megközelíteni a megállót. A területet az elmúlt 10 évben helybeliek tartották karban, ám a folyamatos rongálások miatt a munka abba maradt. Átmeneti segítséget a közüzemi RT nyújthat. Itt a főbefogadó árok, amit közvetlenül a szomszédságunkban van, erre szükséges lenne, mint egy 50 folyóméter hosszúságú trapézszelvényű árkot rákötni, amely átmenetileg megoldja, hogy itt a híd melletti szakaszról a víz viszonylag rövid idő alatt lefolyjon, és a hozott hordalékot szintén elvezesse. Ez a vízzel vezető árok egyelőre képes megbirkózni a völgyben lefolyó víz nagy részével. Gondot az okoz, hogy az utóbbi időben sokan költöztek Kisposta völgybe, és ez jelentősen módosította a terület vízzel vezető képességét. Tartós megoldást az önkormányzat adhat csatornázással. Ez a beruházás azonban több millió forintos nagyságrendű. Kisposta völgy a vízzel borított buszmegállókon túl egyébként is nehezen megközelíthető. A 41-es busz napközben csak óránként közlekedik. A Pécsi Tömegközlekedési RT tájékoztatása szerint ez a kapacitás elégséges az utasok számához képest. Amennyiben ezzel kapcsolatban lakossági bejelentést kapnak, újfent utasszámlálást tartanak, és szükség esetén több járatot indítanak. További problémát jelent az ott lakóknak a napközben többször is előforduló áramkimaradás. Az áramkimaradás elég sűrű van, ami hát kellemetlen, mert hát itthon ezek a hűtőgépek meg ezeknek valószínűleg nem használ, és ez elég sűrűn előfordul. Az emberek évek óta panaszkodnak, a megoldás azonban úgy tűnik egyelőre várat magára.